ez a gyalázat, amit valójában elkövetett, aki letépkedte a fotókat, rugdosta bizonyos tárgyakat, ez kellően szemlélteti egy holokauszt túlélő szavai, akinek az édesapja nem jöhetett vissza a haláltáborból, és ő mondta nekem a minap: apámat háromszor ölték meg, előbb borban, utána kétszer itt a téren, mikor letépték kétszer a fényképét. Mi az emberek lelkében az, ami erre ösztönzi őket egy olyan helyen, ahol a hamisságnak rendíthetetlen szobra áll, egy hamisságnak állít emléket, egy olyan korban, amikor megint csak a hamis megszállás üzenetét küldik felénk arról, hogy most távolról jött emberek menekültnek álcázva magukat akarják országunkat megszállni. Bárkit megtévesztünk, jelenünk vagy múltunk eseményeit illetően, mindannyian átkot vonunk magunkra, és azt akarjuk, hogy ne legyenek a tájékozatlan emberek, a vakok félrevezetve, hadd tudják, hogy mi az, ami megtörténhet, ha nem vagyunk igazak és bátrak. És én azt kívánjak mindenkinek erőt, bátorságot ahhoz, hogy mindig újra kezdhessük, újra építhessük azt, amit gazemberek kezei lebontanak. Mióta ez itt áll, ez a történelmhamisító szörvedmény, ne úgy nézzünk rá, mint egy egyszerű történelmhamisításra, emlékezetpolitikai manőverre, hanem úgy, mint az Orbán rendszer leképezésére. A rendszer úgy nevezi magát, hogy NER. Nemzeti együttműködés. Hát ez minden az, csak nem együttműködés. Orbán rég nem lenne a porondon, ha itt béke lenne. Ő a harcot keresi és a megosztás. És ez úgy néz ki, hogy megy neki ma még. Egyre több a gondja, nagy a korrupció. Hát bedobnak különböző gumicsontokat, és újabb nemzetmegosztó, gyűlöletkeltő kampányokat, mint például a másodikai nevetséges népszavazás. Nem jó másra, csak a emberek egymásra ugrasztására, az által nem is ismert, nem is látott ideget elkezdi gyűlölni. Bayer Zsolt megkapta a kitüntetést. Ez azt jelenti, hogy a kormány napi szintre emelte az antiszemitizmust, mert azt mondta, hogy lehet követni, mert kitüntetem azt, aki antiszemita. Minden atrocitás verbális erőszakkal kezdődik. A verbális erőszaknak egyenes következménye az, ami történt. Mi lehet ezután, emberek? Mi jöhet? Az állampolgárok, ha mennek az országba bárhol, a nagy kék plakátokról a gyűlölet harsonái szólnak, és töltik be az emberek fejét. Miniszterelnökünk felpattant kedvenc hintalovára kivont karddal, és azt mondja, hogy itt az ellenség, meg kell, hogy védjelek benneteket. Na de ha nincsenek migránsok, ha nincsenek bevándorlók, akkor a feltüzelt tömeg kire veti magát? Hát az idegen szívűekre. Ezt már megmondták régen. Ha nincs idegen, itt vannak az idegen szívűek, akik feldúlták ezt az emlékhelyet. Azok nem tudják, miért tudnák? Lehet, hogy Bayer Zsoltot sem ismeri. De a szöveget tudják, hogy ha el lehet mondani, akkor cselekedni is lehet. Ők nem tudják, hogy ezek a kövek azért voltak itt a fényképek alatt, mert azokra emlékeznek ezek a kövek, akiknek nem adatott meg a temetői végtisztesség. Ez kegyeletgyalázás volt, ami történt. Barátaim, az utóbbi években nap mint nap abban nyugtattuk magunkat, politológusok, politikusok, ellenzéki politikusok és az emberek nagy része, akit érdekelt a helyzetünk, hogy ma még demokrácia van, nem kell félni, de vigyázzatok! Egy reggel, és ez nagyon közel van, egy reggel
arra ébredhetünk, hogy a fene hegye meg, már tegnap se volt demokrácia. Soha nem volt annyira szükség a demokráciát féltő és szerető emberek összefogására, mint napjainkban. Ami széthúzunk, és ezt látom a sajtóban is, az ellenzéki pártok között, akkor ennek csak Orbán Viktor örül. Tapsol örömében ezek megeszik egymást.